Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Átadás, elkészült a Bátaszéki Ipari Park. Segítség a szekszárdi kórháznak, betegszállító autókat kapott az intézmény. Dráguló gyümölcsök, bőven 1000 forint felett kapni egy kiló sárga barackot. Drogfogás Bonyhádon, közel 1,5 kiló kábítószer került elő játékdobozokból. 550 millió forint Európai Uniós támogatásból elkészült a Bátaszéki Logisztikai Központ és a helyi ipari park infrastruktúra fejlesztése, mely további 267 millió forintos támogatással valósult meg. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere azt mondta, a beruházás egyszerre szolgálja a gazdaságfejlesztést és az ott élők helyben maradását. A kifeszített szalagjelzi ünnepi pillanatokhoz érkezett Bátaszékváros 25 éves történetének első olyan beruházása, mely az önkormányzat nyertes pályázatával a gazdaság fejlesztését célozta. Az ipari park és benne az agrárlogisztikai központ külön-külön pályázati forrásból az Európai Unió támogatásával és a megyei önkormányzat finanszírozásában valósult meg. Az ipari park fejlesztésére 267, az agrárlogisztikai központra 550 millió forint vissza nem térintendő támogatást kapott Bátaszék. A város jövője szempontjából nagyon fontos, hiszen ezzel alapoztuk meg azt, hogy vállalkozások otthon találhassanak Bátaszéken, ezáltal munkalehetőségek jöhessenek még létre Bátaszéken, családok számára tudjunk megélhetést biztosítani, vagy tudjanak ők megélhetést biztosítani, és nem utolsó szempontból a várost gazdaságilag is megerősíteni, hiszen a működőképes vállalkozások vannak, azok gyakorlatilag akár az adó forintjaik befizetésével, akár a rendezvényeink, eseményeink támogatásával olyan feltételeket tudnak számunkra biztosítani, amely nagyon fontos egy 21. századi kisváros számára. A térség mezőgazdasági termelői számára a piaci jutás feltételeit szolgálja ez a hűtőház, és ezzel a helyben maradás feltételeit is megteremti, mondta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. Főleg fiatal gazdáknak szeretnénk a hasonló beruházásokkal segíteni, lehetőséget teremteni, hogy ők is tovább tudjanak lépni, és hát ne legyen semmiféle akadály abban, hogy majd az idő folyamán ők is ugyanolyan tehetségesek és erőteljes gazdaságokat tudjanak működtetni, mint az esetleges példaképeik. A szalag átvágása egy folyamat vége és egy újabb kezdete is egyben, hiszen már újabb betelepülő kezdi meg a beruházását az ipari parkban. Orbán Attila azt mondta, a következő pénzügyi ciklusban is támogatni kívánja a megye a hasonló gazdaságfejlesztési elképzeléseket. Betegszállító autókat kapott a szekszárdi Balassa János Kórház. A kórház évente 32 000 fekvő és 500 000 járó beteget lát el. A több épületből álló intézményben a betegszállítás komoly feladat, amit eddig több mint 18-20 éves járművekkel oldottak meg, így időszerű a járműpark megújítása, fogalmazott az átadó Németh Csaba, az intézmény főigazgatója. Még fólia fedi azt a fekvőkocsit, amit kifejezetten betegek szállítására gyártottak, és ami mostantól a szekszárdi kórház járművében kap helyet. Két új autót kapott a kórház. Ezekben a járművekben az infúziónak, oxigénpalacknak, lélegeztetőgépnek is kialakítottak helyet. Németh Csaba főigazgató az átadón azt emelte ki, a kórházi járműpark megújításának ideje volt, mivel 4-18-20 éves, több 100 000 kilométert futott betegszállító autóval rendelkezik az intézmény. Nagyon nagy szükség volt rá. Ugye a Balassa János Kórház egy pavilon jellegű kórház, 8-10 épületben zajlik a beteg gyógyítása. Éves szinten egy 32 000 fekvőbeteget gyógyítunk, 500 000 járóbeteg. Ezt a beteg tömeget kell az épületek között a gyógyítás folyamatának megfelelően mozgatni. A kórház a teljesen új, kifejezetten betegszállításra kialakított járműveket a Paksi atomerőműtől kapta. Fontosnak tartjuk itt élőként, a környékben élőként és a környékben dolgozóként, hogy a lehető legtöbbet tegyük az itt lakók érdekében, ezért támogattuk a kórházat. A szekszárdi kórházban nem állnak le a fejlesztésekkel, továbbá a megváltozott egészségügyi helyzetre való felkészülésre helyezik a hangsúlyt a jövőben.
Egy hónap alatt 16 milliárd forinttal csökkent a támogatott gyógyszerek forgalma. Áprilisban közel 43 milliárd forintért váltottak ki a betegek vényköteles gyógyszereket a hazai patikákban. Ez 28%-kal marad el a márciusi értéktől, és több mint 3%-os visszaesés a 2019-es havi átlaghoz képest. Az eladott gyógyszerek dobozszáma 1,2 millióval maradt el az előző év azonos időszakától. Az áprilisi gyengébb forgalom annak fényében még hangsúlyosabb, hogy egy év alatt 1,8%-os áremelkedés volt a támogatott gyógyszerek körében. A tanév zárása után az érettségi vizsgákon és a szakmai vizsgákon is túl vannak a Szekszárdi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében Tolna megyében. Dömötör Csaba kancellár elmondta, a járványhelyzet ellenére sikerrel zárták a tanévet, a digitális oktatás pedig olyan tapasztalatokhoz juttatta a szakképzést is, amire építeni tudnak a jövőben, legfőképp a felnőttek képzésénél. A legnagyobb feladatuk volt a tanítás mellett, hogy felkészüljenek a szeptembertől induló tanévre, ami az új szakképzési törvény miatt rengeteg változást hoz, ezek egyike, hogy szakképzési és technikumi rendszerre válik szét az oktatás. A szakképzés 4.0-nak is hívott stratégiának megfelelően a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákban átalakították az intézmények képzési struktúráját is, megszüntetve a párhuzamosságokat. Voltak is ebből adódóan nyilván konfliktusok, de úgy gondolom, hogy ezeket meg lehetett oldani, és meg is oldottuk. Ezt jól mutatja egyébként a beiskolázásunk is, hiszen örömmel kell mondani azt, hogy a korábbi éveknél több tanuló jött be a szakképzésbe, az új technikumba is, és a szakképzőiskolába is, a három éves szakmunkás képzésbe is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a hangok, amik arról szóltak, hogy ez nem lesz egy jó irány, végül is nem kaptak igazságot, mert a szülői döntés és a tanulók döntése az bennünket igazolt. Akár több ezer forintot is elkérhetnek egyetlen kiló sárga barackért a kereskedők. Hatalmasat drágultak idén a szezonális gyümölcsök a tavaszi fagyok miatt. A szekszárdi piacon is bőven 1000 forint fölött is lehet kapni barackot. Ez 650 ez a nagyobb, 550 a kisebb. 350 és 650 forint között árulja a kajszi barackot ez a bátaszéki férfi a szekszárdi piacon. A gyümölcsöt ő maga termesztette, ezért jóval olcsóbban tudja adni, mint azok, akik a nagyban is szerzik be. Kajszi barack az lefagyott, ott pár kiló van csak a fákon, az őszi barack nálunk ott bátaszéken a domboldalon jó. 1400 forint ennél a másik standnál a kajszi kilója. Idén az időjárás kifejezetten kedvezőtlen volt a gyümölcs termesztők számára, emiatt került több mint 1000 forintba egy kiló barack. De sajtóhírek szerint a fővárosban a hazai sárga barack még ennél is sokkal drágább, kilónként 2500-2800 forintért kínálják. A drágulásról a tavaszi fagyok tehetnek, amik miatt alig lett barack. A sárga barack az sokkal drágább, szerintem az őszi barack az... talán csak egy picit. Mi az, ami a családban legjobban fogy? Cseresznye, barack? Minden gyümölcs. Mindent szeretünk. A cseresznyért is többet kell fizetni, mint tavaly. Ebből a gyümölcsből is alig termett idén. Ez a dunaföldvári férfi saját maga termeszti a gyümölcsöt, 700 forintot kér kilójáért, de 800 és 900 forintért is látni máshol cseresznyét, sőt, még akár ennél jóval többért is. Van, ahol drágább. Én a múltkor láttam 2000 forint felett. Én saját termést árulok, én ezért az árért árulom, amit ki van téve, és visszatérő vásárlóim vannak, akik meg vannak elégedve az áruval. A rekord alacsony termés miatt a hazai gyümölcsök szezonja idén jóval korábban is fog véget érni, mint a korábbi években. Így az év nagy részében valószínűleg a magyar emberek importgyümölcsöt lesznek kénytelenek vásárolni. Gyűjtést szerveznek annak a bátai szegény családnak, ahol a nagyszülők nevelik unokáikat. Az eddig is szűkös házban eddig négyen éltek, mert gyermekeik közül kettő még otthon lakik. Erre vállalták el öt unokájuk gyámságát, csak hogy ne kerüljenek árvaházba. Felvizesedett és bepenészesedett falak között él az a bátai család, ahol a nagyszülők gyámságuk alá vették öt kis unokájukat.
Immáron 9-en lakják az amúgy is rossz állapotban lévő 2,5 szobás házat. A gyerekek decemberben kerültek a nagyszülőkhöz, azóta fenekestül felfordult az életük. Nem éheznek, mindenük megvan az égvilágon, meg lehet mindenhol kérdezni, tisztán járnak. Hát ezeket helyre kellett hozni, ezek beteges gyerekek voltak. A legidősebb unoka 11 éves, őt 7 éve neveli a nagymama. Nem érti, hogyha egy gyermeket is képtelenek voltak felnevelni a szülők, akkor miért kellett még őt? A legkisebb unoka tavasszal született, de őt már a kórházból sem engedték haza az anyával. Ideiglenesen állami gondozásba került. Amióta itt vannak, csak 14 kilót fogytam. Idegileg kivagyok, orvosokhoz járok, de nem hagyom őket. Amíg bírom, csinálom, nem szeretném, ha elkerülnének innentől. Nagyon szeretem őket. A Szentvérbátai Templomokért Alapítvány vezetősége elhatározta, hogy megsegíti a családot. Gyűjtést szerveznek, hogy jobb körülmények között tudjanak élni. A megoldás egy új ingatlan lenne, de nagyon örülnének annak is, ha egy plusz szobát tudnának építeni a házhoz. Bármilyen segítséget szívesen vesznek. Ha valakinek van építési anyaga olyan, ami nem kell, és nélkülözni tudja, és oda tudja adni, szerintem azt is biztosan elfogadják, de úgy, mint alapítvány, úgy mi a pénzt szeretnénk gyűjteni adományként, támogatásként. A gyerekeket decemberben akarták nevelőszülőkhöz adni, de az óvodavezető megkereste a nagymamát, hogy vállalná a kicsik nevelését. Eleinte egy gyerekről volt szó, de a nagymama nem tudott egyikről sem lemondani. Az alapítvány elnöke és az ő baráti köre az elsők között támogatta a családot, de a falubeliek is nagyon sokat segítenek. 9 embernek van 2,5 szobája, és azért szeretnénk gyűjtést szervezni, akár országos szinten is, hogy vagy egy másik nagyobb épületet, vagy ehhez legalább egy szobát tudjanak építeni. A családi pótlék és a gyes, amit a gyerekek után kapnak, éppen arra elég, hogy eltartsák őket. A gyógyszertárban így is nagyon sokszor adóssággal indítják az új hónapot. Szerettek volna hitelt igényelni, hogy egy nagyobb házat vehessenek, de az sem sikerült. Az asszony azt érzi, hogy mindenhol falba ütköznek, és nem sok reményük maradt a jobb körülményekre. Játékdobozokban rejtettek el közel 1,5 kilogramm kábítószert, és úgy szállították Hollandiából Tolna megyébe egy csoport tagjai, akiket a rendőrök elfogtak a bonyhádi benzinkúton. Úgy tudjuk, a rendőrök régóta figyelték a banda tagjait. Ezekből a gyerekjáték dobozokból került elő az a több mint 1 kilogramm kábítószer, marihuána, metamfetamin és kokain, amit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai foglaltak le egy kis buszban a bonyhádi benzinkúton. A rendőrségnek információja volt arra vonatkozóan, hogy egy külföldről hazatérő kis buszban, amely csomagokat, valamint személyeket szállít, drogot is hoznak hazafelé. 2020. június 12-én az adatgyűjtést követően egy bonyhádi benzinkúton a Tolna megyei rendőrfőkapitányság nyomozói egy kis buszt, valamint annak utasát igazoltatták, illetve 3 olyan személyt, aki a kis buszhoz érkezett. A szekszedi rendőrök mind a 4 férfit kihallgatták. Az egyik férfinél több mint 500 000 forint is volt, amit a hatóság szintén lefoglalt. A 4 férfit a rendőrök előállították és elszámoltatták. A 29 éves pécsi, valamint a 43 éves komlói férfi gyanúsítottként hallgatták ki, jelentős értékre elkövetett kábítószer birtoklás büntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt. A férfiakat őrizetbe vették, a szekszádi járásbíróság letartóztatásba helyezte őket. Az eset körülményeit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A csoport tagjait 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre ítélheti a bíróság. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Közeledik a júliusi határidő, online számlázásra kell áttérniük az adózóknak. Told a kerékpárt, ne tekerd! Gyalogátkelőknél vigyáznak a biciklisekre a baranyai rendőrök. Díszévad 2.0, szabadtérre tervezi az előadásait a Csiki. Július 1-től bővül azoknak az adózóknak a köre, akiknek online számla adatszolgáltatást kell adniuk. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a számlázó programban kell rögzíteniük a kiállított számláikat. Az adóhatóság a honlapján ingyen biztosítja ügyfeleinek ezt a lehetőséget. A NAV Baranya megyei sajtóreferense mutatta be stúdiónkban, hogyan regisztrálhatunk a programba, hogy kötelezettségünknek eleget tehessünk.
Az adóhatóság online számlázó programját mutatta be stúdiónkban a NAV megyei sajtóreferense ketten. Ezt kell használniuk hamarosan azoknak is, akik eddig nem tették. Július 1-től ugyanis megváltoznak a számlaadat szolgáltatásra vonatkozó szabályok. Ebbe a kötelezeti körbe tartoznak ugye az áfaalanyok, akik belföldön, belföldi áfaalany részére termékértékesítést és szolgáltatás nyújtást teljesítenek, és erről számlát vagy számlát helyettesítő okmányt állítanak ki. Ebbe a körbe tartoznak például az alanyi adómentesek és a tárgyi mentesek is, tehát őnekik a tevékenységükre vonatkozóan szintén figyelembe kell venni ezt a szabályozást. Vagyis regisztrálnak a NAV ingyenes számlázási programjába, vagy keresnek olyan számlázási programot, amivel eleget tehetnek a kötelezettségüknek az adózók. Aki az adóhatóság programját választja, néhány szükséges adatot ismernie kell a regisztrációhoz. A hivatal honlapján elérhető az online számlarendszer, és ebben kell a regisztrációt megtenni. A regisztrációhoz nagyon fontos az, hogy az ügyfél rendelkezzen ügyfélkapus felhasználó névvel, jelszóval, az adóazonosító jelét, az adószámát és az e-mail címét mindenképpen tudja. Tehát amikor odaül a géphez és a regisztrációt megteszi, akkor ezekre az adatokra biztos, hogy szüksége lesz. Az adózók nem csak webes felületen, hanem az okostelefonjuk segítségével is teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ehhez a NAV honlapján történt regisztráció után a programba belépve lesz lehetőségük a számlázó alkalmazás elérésére saját telefonjukkal. Március végétől táblák hívják fel a kerékpárosok figyelmét a gyalogos átkelő helyek egy részénél arra, hogy biciklivel csak úgy szabályos és biztonságos átmenni az út másik oldalára, ha a járművet áttolják. Baranya megyében összesen 100, Pécset pedig 9 helyszínen láthatóak a jelzések. A szabályoknak megfelelően közlekedik a gyalogátkelő helyen ez a kerékpáros. Azonban nem mindegyik társa cselekszik így. Ezért a Baranya megyei Balesetmegelőzési Bizottság figyelmeztető táblákat helyezett ki a zebrákhoz több helyszínen. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy a kerékpárosok nem tolják a járművüket a zebrán, hanem azt hajtják, így kelnek át. Nekik szeretnénk segítséget nyújtani ezekkel a figyelmeztető táblákkal, hogy minél előbb elterjedjen körükben a helyes közlekedési magatartás. Ez a gyalogosokat is zavarja egyébként, hogyha úgy hajtanak át köztük, a kerékpáros pedig így járművezetőnek számít, nem gyalogosnak, így nem illeti meg őt az elsőbség átkelésnél. Március végén a kerékpáros szezon kezdetére kerültek ki ezek a táblák Baranya megye nagyobb településein, illetve Pécsen. Összesen 41 helyszínen 100 figyelmeztető táblát helyeztek el, hogy megóvják a bicikliseket. Sajnos elmondható, hogy nem csökkent a kerékpárral balesetet okozók száma. Első helyen a baleseti okok között a sebességhelytelen megválasztása, illetve az elsőbség meg nem adása áll. Nem az abszolút gyors hajtás jellemző a kerékpárosokra, hanem a relatív, tehát nem az út, időjárási, látási viszonyoknak megfelelően vezetnek, nem veszik figyelembe az út sajátosságait, az úthibákat, illetve a jármű sajátosságait. Ezen szeretnének változtatni a táblák kihelyezésével. A Baranyai megyeszékhelyen 9 kijelölt gyalogos átkelőhelynél találkoznak a figyelmeztetéssel a kerékpárosok. Díszévad 2.0 néven hirdette meg következő évadát a kaposvári Csiky Gergely Színház. Nem csak új bemutatókat láthat a közönség, hanem a koronavírus járvány miatt elmaradt előadásokat is pótolják, hangzott el a szabadtéri évad ismertetőn. Mint az Fülöp Péter, a teátrum igazgatója kiemelte, a pandémia új kihívások elé állította a színház munkatársait. Zenés, táncos produkciókkal egybekötve ismertették Kaposváron a Kossuth téren a Csiky Gergely Színház új, meghosszabbított díszévadát. Oll Tamás művészeti igazgató elmondta, hogy a pandémia miatt félbeszakadt évad elmaradt előadásait is megtekintheti a közönség. Annyi bizalmat kaptunk és szeretetet a nézőktől, hogy ezt mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ezt meg kell szolgálni, és ezért senkit nem hagyunk a már megvásárolt és vagy megígért előadása nélkül. Tehát valóban
minden előadást pótolunk, ami nem is elmaradt ilyetén, csak elhalasztódott, és természetesen új előadásokat is kapnak majd a nézők. A koronavírus járvány miatt, bár élhettek volna bérlet és jegyvisszaváltás lehetőségeivel a nézők, ezt alig tették meg, így is segítve a színházat. A közönségnek Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszönetet mondott. Hálásan köszönöm ezt valamennyiüknek. Ez egy óriási erőt ad a színházigazgatónak, óriási erőt ad a színészeinknek, és mindazoknak, akik szeretik a színházat, hogy volt értelme dolgozni. A koronavírus járvány új, különleges kihívások elé állította a színház munkatársait, ezt már dr. Fülöp Péter igazgató mondta. Ebben a helyzetben a színház munkatársai és a színészek a társadalom iránt érzett felelősségvállalásból és a közösség iránt érzett felelősséggel az Erkélyből Páholy programot hirdettük meg, és elmentünk, igyekeztünk a köztereken önöknek, önökért játszani. A varrodánk maszkokat vart ebben az időszakban, a jegyirodánk munkatársai és azok a munkatársaim, akik az előadások létrejöttében érthetően nem tudtak segítkezni, idős kaposvári honfitársaink számára vásároltak be. A díszévad 2.0 néven meghirdetett évadban bemutatják Csehov Meggyesker című darabját, de Kálmán Imre csárdás királynője is szerepel a programban, ahogy a Tüskevár, Dosztojevszkitől a Karamazov testvérek és Neil Simontól a furcsa pár. Az ifjú közönségnek szól majd a János Vitéz, Alice Csodaországban, az Élet háromszor, a Hajnal hasad és Bogyó és Babóca ünnepel című előadása Csikiben. Az ez év tavaszára tervezett 10. kaposvári Aszites gyermek- és ifjúsági biennálét szeptember végén, október elején tartják meg. Mint az évad ismertetőn elhangzott, a kormány bejelentése értelmében lehetővé vált, hogy újra nyissanak a színházak. A kellő óvintézkedések betartása mellett Kaposváron júniusban 4 előadást tartanak. Az első kettőt, az Ügyes kis hazugságokat június 20-án 17 és 20 órakor láthatja a közönség. Hétfő óta újra edz a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, majd a tervezett egy hónapos júliusi pihenő után augusztus elején kezdik meg a valódi alapozást a fiúk. A következő szezonban Andrija Csirics segíti Dejan Aleksics munkáját. A vírushelyzettől függően 2 kezdési dátummal, október 3-ával és október 31-ével kalkulál a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Krivacsevics Márkó és Meleg Gergő már megérkezett, hamarosan csatlakozik a mini alapozáshoz Ruják András és Dragasevics Vejkó is. A legfrissebb hír, hogy meghosszabbította szerződését a csapatkapitány Vejkó Budimir. A PVSK Veolia csapata honlapján jelentette be, hogy Vejkó Budimir csapatkapitány 1+1 évvel meghosszabbította lejáró szerződését, így Zsinórban 8. szezonját kezdheti meg a horvát légiós a PVSK-nál. Senki se gondolta volna, hogy ez lesz. Ilyen abszurd helyzetbe kerülünk, hogy minden megáll körülöttünk. Most az a dolgunk, hogy felrázzuk a játékosokat. Sokat kell futniuk, és az kell, hogy egy kicsit felkészüljenek a következő szezonra. Olyan ez, mint egy szezon előtti edzőtábor a fiatalokkal, új arcokkal. Persze Dragasevics és Ruják hamarosan megérkezik, de a többiek, fiatalok és újak. Most megnézzük, hogy Krivacsevics és Meleg mit tud, és a legfontosabb, hogy ráhangoljuk a csapatot az augusztusi valódi alapozásra. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Átadás, elkészült a Bátaszéki Ipari Park. Segítség a Szekszárdi Kórháznak, betegszállító autókat kapott az intézmény. Dráguló gyümölcsök, bőven 1000 forint felett kapni egy kiló sárga barackot. Drogfogás Bonyhádon, közel 1,5 kiló kábítószer került elő játékdobozokból. Csütörtökön is borongós időre kell készülni, reggel délelőtt is lehet eső, zápor, majd a déli órákra csökken a felhőzet, változó napsütéses, füllett idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!